Számos területen megkönnyíthetik a települések életét a civil szervezetek, mások mellett hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásán, táborok szervezésén keresztül kapcsolódhatnak be a feladatok ellátásába. Mai adásunkban egy kálmánházi alapítványon keresztül mutatjuk be a civilek munkáját. Üdvözlöm Önöket, jönnek további témáink. Magyar falu program. Tavaly óta 12 milliárd forint jutott a megyének. Hulladékkezelés járvány idején. Több szemetet is eredményezett a tömeges otthonlét. Elhivatott civil szervezetek. Munkájukkal a települések fejlesztését segítik. Tovább bővül jövőre a Magyar Falu program kerete, és új pályázók is megjelenhetnek a pályázati kiírásoknak köszönhetően. Újdonság, hogy elindul a digitális falu program is. Az idei pályázatok eredményei alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos szinten élen jár a források igénylése és felhasználása terén. A Magyar Falu program tucatnyi pályázati kiírásában született eredmény az elmúlt hetekben a legkülönfélébb támogatási célterületeken. November elején például több mint 1000 nyertes településnek csak nem 10 milliárd forint támogatást ítéltek oda. A tavaly indult program keretében számos kör igényelhet forrást a három nagy alprogramtól függően. Részben van egy nagy mellékúthálózatfejlesztési, állami mellékúthálózatfejlesztési láva, hogy a programja a Magyar Falu programnak. Részben zajlik a falusi csok, és emellett egy harmadik lábon kisebb léptékű, mondjuk úgy, hogy helyi, lokális jelentőségű fejlesztéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a falvakban élők életminőségét drasztikusan tudjuk növelni. Itt jellemzően önkormányzatok, a kedvezményezettek, kisebb részben egyházközségek, helyi egyházközségek, civil szervezetek, iskolafenntartó, tankerületi központok. És ezek tényleg a legkülönfélébb fejlesztéseket jelentik, az élet minden területére reflektálnak, legalábbis ezeknek az előbb említett kedvezményezeteknek a hatáskörébe tartozik. A tavalyi évben 16 pályázati kiírást hirdettünk meg, összesen az idejében 22-t, és azért hirdettünk meg ilyen sokféle pályázatot, hogy egy széles étlapot, ha szabad így mondani, egy széles étlapot tudjunk kínálni a helyben élőknek arra vonatkozóan, hogy ki tudják választani belőle azokat a fejlesztéseket, amelyek számukra a legfontosabbak. Mondok egy példát, az egyik település az elmúlt években mondjuk az orvosi rendelőjét fel tudta újítani egy akár hazai, akár egy európai uniós támogatásból, de mondjuk felújításra vár az óvodája, akkor számára az óvoda lesz nyilván a fontosabb, mint egy másik településnek lehet, hogy fordítva az óvodája kész van, de mondjuk az orvosi rendelőjének a teteje beázik, és sürgősen tetőt kellene cserélni vagy javítani nála, nyilván az ő esetében az utóbbi lesz a fontosabb. Tehát, hogy egy széles étlapot kínálhassunk arra, hogy mindenki kiválaszthassa a számára a legmegfelelőbbet. Az idei pályázatok már lezárultak, mind a 22 kiírásban eredményt hirdettek, a nyertesek listája a kormány.hu oldalon olvasható. Az adatokból az látszik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos viszonylatban is nagyon jól áll a források lehívása terén. A program indulásától kezdődően, azaz tavaly évelején óta összesen az egész országban nagyjából 130 milliárd forint támogatást ítéltünk oda ilyen pályázatokra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a program indulása óta, tehát ugyanebben az időszakban összesen 12 milliárd forint jutott fejlesztési támogatás ebből a 130 milliárd forintból, azaz majdnem az országos forrásnak a 10%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jutott. Itt az elmúlt hetekben érintett 11 pályázati kiírásról visszatérve, ahogy éreztem, nagyon vegyes a kép. Itt egyházi és önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastruktúrának fejlesztésére adtuk támogatásokat. Itt arra kell gondolni, hogy ezeknek a falusi temetőknek szinte mindegyik rendelkezik ravatalozóval, és ezek a ravatalozó épületek helyek közel azért legalábbis felújításra szorulnak, amelyik egészen rossz állapotban van. De nem csak feltétlenül ravatalozó épületre pályázhatott egy fenntartó, hanem akár mondjuk a temetőkerítés kiavítására, hogy távol tartsuk ugye a vadakat például a temetőktől, a temető járda felújítására, egy víznyerőhely fejlesztésére vagy kialakítására, vagy éppenség egy illemhely kialakítására, vagy éppen a temetői hulladékgazdálkodás körülmények kiavítására. Erre a célra itt önkormányzati és egyházi kedvezményezetek számára összesen 300 millió forint jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. De javítottunk óvodai és iskolai infrastruktúrát, nem csak óvodai és iskolai épületeket, hanem óvodai és iskolai sporttermeket, tornaszobákat vagy tornatermek fejlesztésére is jut támogatás. Több funkciós faluházak, köztük polgármesteri hivatalok fejlesztésére. Ebben az elmúlt 11 pályázatban egyébként a másik legnagyobb forrást, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe erre a célra jutott, hiszen több mint 400 millió forintot fordíthattak a kedvezményezettek faluházak felújítására. A legnagyobb összeg pedig önkormányzati kerékpárutak, tehát belterületi kerékpárutak építésére vagy fejlesztésére majdnem 700 millió forint támogatás jutott. És volt egy a szívemhez egy legközelebb álló pályázati kiírás, az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása. Itt arról van szó, hogy nyilván akármelyik kis településre elmegyünk, látjuk, hogy a települések vezetői, az
önkormányzati képviselőtestületek, sok esetben a településen működő civil szervezetek vagy magánszemélyek is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a faluképet javítsák. Rendszeresen kaszálják az árokpartot, virágosítanak, karbantartják a közterületi eszközöket, padokat, kandellábereket és itt tovább. A falusi ember, és büszke arra, hogy néz ki a portája, és büszke arra, hogy néz ki a faluja, és sokat megteszek, sok mindent megteszek, sokszor erőfelül is annak érdekében, hogy jól mutasson a falu, hogy büszkék lehessenek a falukra. És mégis szinte minden településen ott van egy-egy elhagyott ingatlan, amely valamilyen hagyaték alapján került ilyen gazdátlan státuszba, vagy egy külföldi tulajdonos megvásárolta, aztán azóta nem törődik vele. Kidőbedül a kerítése, betört az ablaka, potyognak a cseretek a tetőről, és ezek nem csak veszélyesek, ezek az ingatlanok, szó szerint akár sokszor baleset vagy életveszélyes állapotban vannak, hanem rendkívül módon rontják azt a faluképet, amiért oly sok mindent megtesz a falu közössége. És most forrást kínáltunk a településeknek arra, hogy ezeket az ingatlanokat meg tudják vásárolni, azzal a kikötéssel, hogy feltétlenül köztérre kell, hogy megvásárolják ezeket az ingatlanokat. Ha nagyon rossz állapotban az ingatlan, akkor bontsák el, a helyén alakítsanak ki egy játszóteret vagy egy közösségi teret. Ha felújítható az ingatlan, akkor újítsák fel, és valamilyen közösségi teret vagy valamilyen közfunkciót telepítsenek ebbe az ingatlanba. 42 település nyert majdnem 200 millió forintot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében erre a célra is. A kormánybiztos beszámolt arról is, hogy a program kerete jövőre országos szinten bővülni fog. Míg tavaly 150, idén több mint 200 milliárd forint állt rendelkezésre, 2021-ben pedig a költségvetés alapján a 250 milliárdot is meghaladhatja a programra jutó forrás összege. Egészen biztos, hogy lesznek olyan a programok, olyan elemek, amelyek bővülni fognak. Egyrészt jó eséllyel bővülhet a falusicsokban érintett települések köre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 214 olyan település van, amely 5000 lélekszám alatti, azaz mondjuk úgy, hogy a Magyar Falu program körébe tartozhat. Ebből azonban csak idézőjelben csak 206 falusicsok, és azaz van 8 olyan település, amely bár 5000 alatti, de nem falusicsokban érintett. Mi tenni fogunk javaslatot a kormánynak arra vonatkozóan, hogy a érintett kört bővítsük. Nyilván ezzel is emelkedhet a Magyar Falu program keretösszege. Egészen biztos, hogy bővülni fog a falusi útalap, az állami mellékúthálózat fejlesztési programunk, hiszen bár már a tavaly évben és az idejében összesen annyi forrás bocsátott rendelkezésre az állami utak javítására, felújítására a kormány, amelyre amennyit költségvetési éven vagy éveken belül korábban soha. Ennek köszönhetően egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben a két évben 46 szakaszon több mint 90 kilométeren újultak meg, illetve újulnak meg, hiszen részben még folyamatban vannak ezek az építkezések. Utak, amelynek a költségigénye egyébként majdnem 6 milliárd forint, és ez folytatódni fog, és nem csak folytatódni fog, hanem emelkedni fog az erre a tevékenységre jutó összeg is, és ráadásul új elemként kerül be jövőre a Magyar Falu programba, és új kedvezményezetti kört is jelent, hogy jövőre szeretnénk egy olyan alprogramot elindítani, amelynek köszönhetően azokat a falusi kisboltokat szeretnénk megsegíteni, amelyek a megszűnés határán billegnek, tekintettel arra, hogy járásközpontokban, megyeszékhelyeken az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben gombamódra szaporodó nagy bevásárlóközpontoknak az egy komoly elszívó hatása van, és ebben az árversenyben ezek a kis falusi üzletek nem biztos, hogy részt tudnak venni, és emiatt nagyon sok kisbolt zárt be az elmúlt évtizedekben a falvakban. Mi a meglévő, még megmaradt kisboltokat egyrészt szeretnénk megmenteni, másrészt pedig akár forrást kínálnánk új üzletek nyitására is, akár akkor is, hogyha egyébként az új üzletek nyitására mondjuk nincsen piaci szereplő, vagy nincsen piaci vállalkozók szellemiségi szereplő, de mondjuk az önkormányzat szívesen átvenni ezt a feladatot, akár az önkormányzatok számára is biztosítanánk ilyen forrásokat. Ez például egy ilyen elem a Magyar Falu programban. A kisléptékű pályázati rendszerben is természetesen legalább azokat a pályázati kiállásokat, amelyek nagyon-nagyon népszerűek. Azokat biztos, hogy meg fogjuk ismételni, adott esetben nagyobb keretösszeggel is fogjuk tudni támogatni. Ilyenek például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyértelműen a helyi falusi utcák, illetve járdák felújítását célzó pályázat volt a legnépszerűbb. Összegszerűségében is erre a pályázati kiállásra érkezett a legtöbb támogatási összeg. De ilyenek voltak az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, felújítása, a tanya és falu gondoki buszok beszerzése, vagy például a kommunális eszközök beszerzése. Érdemes megjegyezni azt, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor még a 4-5 évvel ezelőtt, amikor még a közmunkaprogram nagyon komoly költségvetési összegből gazdálkodott, tekintettel arra, hogy nagyon-nagyon sok önkormányzati igényelte a közmunkások segítségét. Azonban a közmunkásokat azóta a piaci szféra felszívta, a nagyon nagy többségben elvándoroltak a vállalkozói szférába, és ott maradtak az önkormányzatok a közmunkások segítsége nélkül. Ezért itt nagyon-nagyon jó jön az önkormányzatoknak ennek a kommunális eszközbeszerzésnek a lehetősége, hiszen itt azzal, hogy gépesítenek, ezzel pótolni tudják a kieső munkaerőt, ezért az egyik legnagyobb
népszerű pályázati kiírás volt, egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre ezt is meg fogjuk ismételni. Gyopáros Alpár nemrég azt is bejelentette egy rendezvényen, hogy a digitális jólét programmal együttműködve elindul a kis települések vonzerejének és elérhetőségének javítását különböző digitális, illetve okos megoldásokkal hatékonyan segítő digitális falu program is. A Magyar Falu Program célja folytatásban is marad változatlan, a vidéki kis települések hátrányainak mérséklése, valamint a népesség csökkenésük megállítása. Indulása óta egyébként a nyertes pályázatok száma meghaladja a 12 ezret, a kifizetett állami támogatások összege pedig a 130 milliárd forintot. Sok más dolog mellett azt is eredményezte a koronavírus járvány, hogy több hulladék keletkezik a háztartásokban. Ez annak köszönhető, hogy a tömeges home office miatt jóval több időt töltünk otthonainkban. Ebben az időszakban a szemét kezelésére is jobban oda kell figyelnünk, ezzel ugyanis sokat tehetünk a fertőzés megakadályozása érdekében. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy itt van nálunk. Tényleg tapasztalják azt, hogy a hulladéktárolókba több hulladék, nem azt mondom, hogy szemét, hanem hulladék. Különösen városi környezetben ez valóban észrevehető. A hulladék összmennyiségét tekintve olyan nagy mértékben nem változott a mennyiség a korábbi évekhez viszonyítva, hiszen aki nem a munkahelyén van, hanem otthon van home office-ba, az egyenlege ugyanaz, tehát ugyanannyi hulladékot termel, de valóban a lakótelepeken, a sűrűbben lakott település részeken megfigyelhető, hogy nagyobb mértékű a hulladékképződés. Önök bírják a terhelést? Igen, eddig elmondhatom, hogy semmiféle felakadást nem okozott a társaság tevékenységébe a koronavírus járvány. Köszönhető ez annak, hogy minimális a dolgozóink körében a megbetegedés, tehát ennek megfelelően a járataink időben el tudnak indulni, kollégák be tudják szedni a hulladékot, és a kezelés is megfelelő mértékben zajlik. Azt mondta, hogy akkor időben be tudják szedni a hulladékot. Ez a megnövekedett mennyiség azt nem eredményezte egyébként, hogy akár mondjuk egy heti nyárat mondjuk kevés is lehet? Ilyeneket tapasztalnak? Vagy annyira erős azért, vagy annyira olyat, jelentős mértékben nem tapasztaltunk, hogy ugye egy-egy hulladékgyűjtő autónak határos a kapacitása, hogy mennyi fér bele, hogy a korábban egy autóba elférő hulladék mennyiség nem volt elegendő, illetve a kapacitás, és ezért egy újabb hulladékautót kellett a szokásos körre még beállítani, de ez ritkán fordul elő. Attól nem kellett tartani, hogy ennek megfelelően mondjuk többet kell fizetni a hulladék szállításért? Nem, a hulladék szolgáltatást, közszolgáltatásnak a díja az jogszabályban határozott, érinti a rezsicsökkentés, tehát ettől nem kell tartani, hogy a hulladékszállításnak nőne a díja, még következő évben sem várható ebben növekedés. No, de a hulladék az nem csak a háztartásoknál keletkezik, hanem a cégeknél is. Most, hogy itt van ez a pandémiás helyzet, mit tapasztalnak náluk, viszont csökkent a mennyiség? Így van. Ugye egyértelműen éttermek, oktatási intézmények, konyhái mind-mind innen jóval kevesebb mennyiségű hulladék kerül ki. Tehát ezért mondtam az elején, hogy az összmennyiségben körülbelül ugyanaz a mennyiség, de némi átrendeződés figyelhető meg benne. És hát ugye azt azért tudjuk, hogy sajnálatos módon az éttermeket is be kellett zárni, ugye most inkább az étel kiszállítás, illetve az elviteles ételkiadás az az, ami működik, úgyhogy ennek megfelelően az ilyen dobozok, hulladékok mennyisége, nem tudom, hogy mennyire vizsgálják, nem vizsgálják ezeknek az arányát a hulladékban, ez mennyivel nőtt, vagy csökkent? Nem, hát ilyen mélységben vizsgálatokat, analízis nem végzünk, hogy az milyen minőségű, illetve milyen forrású az a hulladék, de biztosan nőtt a hulladékban az étel kiszállító dobozok mennyisége, amiről azt tudni kell, hogy ugye műanyagból készült a legtöbb esetben, és ezt sokan úgy gondolják, hogy ez szelektív hulladék. Azt kell mondjam, hogy jobban teszik, hogyha a vegyes hulladékba teszik ezeket az étellel szennyezett edényeket, mivel a szelektív hulladékba csak kárt okoz el, piszkítja, elkoszolja az egyébként még újrahasznosítható anyagokat. Abban az esetben bele lehet rakni, ha az kellően tisztára ki van mosva, de félig ételmaradékkal több kárt okoz, mint hasznot. Miért baj, hogyha van az ételmaradék, akkor az probléma? Viszont, hogyha valamelyik mondjuk zsíros marad, tehát egy edény, de nincs benne ételmaradék. A szelektív hulladékba elméletileg kizárólag csomagolási hulladéknak kellene kerülnie, abba is műanyagnak, fémnek és papírhulladéknak.
Egyértelmű, hogy az ételes dobozok nagy része is műanyag, de az a szennyezőanyag, ami rajta van, a zsír, az ételmaradék, sajnos a továbbfeldolgozás során káros. Éppen ezért akkor jár el helyesen az adott illető, hogyha azt a vegyes hulladékba helyezi. A vegyes hulladékkal ugye azzal már sok minden nem fog történni, átesik egy ilyen mechanikai biológiai stabilizáláson, majd egy hulladék lerakó depóniába kerül ártalmatlanításra. És ha már ételmaradékoknál beszélünk, az ételmaradékok hány százalékát képezik a hulladéknak? Erre vonatkozóan vannak adataik? Erre vonatkozóan nincsen. Nagysághoz kötötten vannak a hulladékanalízisek, tehát a hulladékok nagyságához, illetve anyagi minőségéhez kötötten is. Kifejezetten ételmaradékra nincs kimutatás, de az mindenképp tapasztalható, hogy növekszik az ételmaradékok mennyisége a hulladékban. Ez azért káros, és azért lenne jó ezt minél alacsonyabb szintre szorítani, mert ez amikor belekerül a vegyes hulladékba, a hulladék elhelyezését követően, tehát a depóniában történő lebomlás során metángáz fejlődik belőle, ami erőteljes üvegházhatású gáz. Tehát a lakosságnál keletkező ételmaradék összmennyiségében növekszik, de még mindig olyan kicsi, hogy külön gyűjteni a sajnos nem tudjuk ingatlanoktól, ezért a vegyes hulladékba kerül, éppen ezért törekedni kellene, hogy minél kevesebb kerüljön abba bele. Hogyan? Ez jó kérdés. Erre szokták, van egy újrahasználati központunk, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, annak a falán van egy táblázat, egy plakát, hogy amikor valamit meg szeretnénk vásárolni, milyen lépéseket vegyünk számba, és úgy kezdődik, hogy biztosan szükségem van rá egy ilyen kérdéssel. Tehát igyekezzünk csak olyan ételeket venni, és csak annyit, amit valóban el is fogyasztunk, és nem romlik meg, nem kerül a hulladékba. Mert ugye azért van zöld hulladék, de a zöld hulladék közé nem tehetem az ételmaradékot. A zöld hulladék az a kertekben keletkező fűnyírási, lenyírt fű, gallyak és az ott keletkező hulladékok. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy külön csoportot kellene létrehozni a szolgáltatónak. Nagyobb konyhákra, intézményekre létezik is ételhulladék begyűjtés, amit speciálisan arra specializálódott cégek végeznek, de a közszolgáltatásnak jelenleg nem része a szelektív ételmaradékgyűjtés. Tehát igen, akkor ez még egyelőre nem megoldott. Mi a helyzet a nyugati országokban? Ott sincsenek ilyen megoldások? Valamilyen mértékben biztos van, tehát ami a zöld hulladék nálunk is van, abban a konyhai maradékok, tehát a krumplihéj és hasonló abba begyűjthető, de az ételmaradék, ami gyorsan bomló és állati eredetű hulladékot is tartalmaz, az a zöld hulladékban nem kerülhet bele. Én úgy gondolom, hogy a lakossági gyűjtésben még a nyugati országokban sem tudják ezt megoldani. Az hogyan fordulhat elő, hogy mondjuk egy hulladék fertőző? Addig rendben, hogy ugye ott azért ott vannak benne a bacillusok és a többi, de hogy mondjuk a COVID az hogy terjedhet? Kórházaktól, rendelő intézetekből már eddig is szigorúan elkülönítetten jött ki a nem fertőző, vegyes lakosságival egyenértékű hulladék, illetve a fertőző kórházi hulladék. Ugye most, hogy gyakorlatilag az otthonaikban tartózkodnak az emberek, COVID-fertőzöttek, karantén alatt, stb. Otthon jelenik meg a potenciálisan COVID-dal szennyeződött hulladék. Azt el kell mondani, legalábbis tudomásom szerint, illetve én még nem láttam arra vonatkozóan tanulmányt, hogy a háztartásból kikerülő hulladékkal is fertőzne a koronavírus, de ettől függetlenül elméletileg ez lehetséges. Éppen ezért az országos tiszti főorvos is kiadott egy olyan ajánlást, hogy a háztartásokból kizárólag dupla nylon csomagolásban rakják ki a lakosok ezt a hulladékot. Egyrészt azért, hogy a mi dolgozóinkat megóvjuk az esetleges fertőzéstől, illetve gondoljunk abba bele, hogy amikor egy társasháznak van egy darab 1100 literes edénye, abba mondjuk 20-30 háztartás hordja a hulladékát, és az 20-30 embert jelent, aki megfogja azt a kuka fedelet, kinyitja, bezárja, stb. Tehát az ajánlás szerint dupla műanyagba kellene ezt a hulladékot elhelyezni, és a saját lakásban, ingatlanon belül még 2 napot tárolni, addig úgymond a koronavírus elpusztul, és úgy helyezni a közös gyűjtőbe a hulladékot. Tehát azokról van szó, akik fertőzöttek. Tehát az ismert pozitív tesztesek, illetve karantén alatt tárolók. Önöknél a COVID helyzet okozott-e olyan fertőzést, olyan mennyiségű fertőzést, illetve megbetegedést, hogy éppen a szolgáltatásuk kárára ment volna? Igen,
Kétségtelenül a társaságunknál is okozott fertőzéseket a koronajárvány, ami úgymond szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy a fizikai állományban ez nem volt jelentős, ezért nem kellett a szolgáltatásunkat semmilyen mértékben csökkenteni. Természetesen igyekeztünk felkészülni a koronavírus okozta helyzetre, dolgozóink szájmaszkot kapnak, amit viselniük kell, kesztyűt kapnak, gumikesztyűt, illetve tisztálkodási szereket, amilyeket használniuk kell, illetve olyan intézkedéseket vezettünk be, hogy a munka kezdetkor, illetve végén a lehető legrövidebb időt tartózkodjanak zárt térben, a gépkocsik átadása nyílt téren történik, stb. Tehát ezzel egyrészt igyekeztünk kiküszöbölni a fertőződést, illetve arra is készültünk, hogy amennyiben csökken az állomány létszáma karanténok, illetve megbetegedés miatt, akkor hogyan haladunk majd az egyes szolgáltatásoknak a csökkentésével, korlátozásával, annak érdekében, hogy a minimum heti egy alkalommal történő vegyes hulladékgyűjtést minden körülmények között tartani tudjuk. Még egy kérdés így a végére, hogyha jól tudom, akkor az ügyfélszolgálati idejük is megváltozott. Jelenleg személyes ügyfélszolgálatot nem biztosítunk a lakosság részére, ellenben telefonos és e-mailes elektronikus ügyfélszolgálattal én úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen tudja mindenki intézni az ügyes bajos dolgait. És a jövő évi hulladékszállítási terv az már megvan? Természetesen a jövő évi naptárakat már a harmadik negyedéves számlákkal az ingatlanok egy részére körülbelül 2 héttel ezelőtt kiküldtük. Vannak még olyan települések, ahol nem mindenkihez jutott el a jövő évi hulladékgyűjtési naptár. Ezeket ez év december 31-ig mindenképpen eljutatjuk a lakossághoz. És ha már évvégéről beszélünk, akkor hadd hívjam fel itt arra a lakosság figyelmét, hogy munkanap áthelyezéseket mindenképp tartalmazni fog ez az év. A december 25-i munkaszüneti napon nem végzünk gyűjtést, annak a pótlása december 27-én lesz, illetve január 1-én akkor sem végzünk gyűjtést, annak pedig 2-án lesz a pótlása. Azért van ennek jelentősége, mert az emberek sajnos nem igazán követik ezt, vagy aki még követi is, figyelembe kell venni, hogy az autóink ezeken a napokon, mivel meglehetősen sokan elfeledkeznek erről, hogy gyűjtési nap van, nem rakják ki a hulladékot, sokkal hamarabb érnek el az adott ingatlanokhoz. Tehát előfordulhat, hogy nem a megszokott 10 órakor járunk majd X ház előtt, hanem már esetleg 8-9 órakor elvégzik a gyűjtést a kollégák. Én gondolom, sokszor az történik meg, hogy meglátjuk a szomszédot, hogy ő kihelyezte. Így van. Ugye? Mindenkit bátorítanék azért arra, amit évelején kiadunk hulladékgyűjtési naptárat, hogy azt őrizze meg, kövesse azon az előírtakat, illetve a honlapunkon is településekre lebontva bármikor megtalálható a hulladékgyűjtési naptár, tehát abból napra készen lehet tájékozódni, hogy hogyan lesz a gyűjtés, melyik napokon. Elmondanám egyébként, hogy az egész évben Húsvét hétfőn, karácsony 25-26, illetve január 1-e az, amikor nem gyűjtünk, tehát nem dolgoznak a kollégáink, és ezeket a napokat helyezzük át. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Nyári tábor szervezése, családi bölcsöde működtetése és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. Csak néhány tevékenység, amelyen elkötelezett civil szervezetek dolgoznak országszerte. Kálmánházán ezeket a feladatokat a Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány végzi el. A két alkalmazott IT-mentor mellett több mint 10 önkéntes segíti a mindennapi működést. A kis településeken, falvakban élő emberek felzárkóztatása, társadalmi helyzetük javítása, és így a település fejlesztése is könnyebb, ha vannak elhivatott civil szervezetek. Az ilyen alapítványok munkáját különböző pályázatok útján rendszeresen támogatja az állam is. Az ország minden pontján működnek olyan szervezetek, melyeknek célja kifejezetten a hátrányos helyzetűek esélyeinek javítása, legyen szó oktatásról, egészségről vagy foglalkoztatásról. A Nyíregyházához közeli Kálmánházán 2001. június 18-án jött létre ezzel a céllal a Nyírségi Segítőkéz Alapítvány, kezdeményezésére pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával 2002-ben a Kálmánházi Teleház, amelyet azóta is az alapítvány működtet. Adódott ez az ötlet abból, hogy itt a településen nagyon sok olyan szolgáltatás hiányzott, amit a lakosság igénybe szeretett volna venni, de ez nem volt elérhető. Nyíregyházára jártak be
2001-ben, hogy igénybe tudják venni. Hát alapvető szolgáltatásokra kell gondolni, ilyen volt a fénymásolás, nyomtatás, faxolás, irodai segítségnyújtás. Azóta évről évre sokat fejlődtünk, újabbnál újabb szolgáltatásokat indítottunk. Ezt úgy kell figyelembe venni, hogy ez mind hiánypótló szolgáltatás, olyanok, amit a lakosság igényelt. Ezt úgy tudtuk meg, hogy felméréseket végeztünk, kutatásokat, és figyeltük az igényeket, hogy mikor mi. Így jött létre például a családi bölcsőde is, ugye 2011-ben, amikor ugye a szülő szaladgált itt össze-vissza, ment az önkormányzathoz, jött ide is, hogy nem működik bölcsőde, és nem tud elmenni dolgozni, és szeretné, ha valamit csinálnánk, mert az önkormányzat nem lép ebben az ügyben. És így hoztuk létre ugye 2011 évben a bölcsődét, azóta is folyamatosan működik, ugye ennek már 9 éve. És nagyon szeretik a szülők, mert ugye el tudnak menni dolgozni, a gyerekeket biztonságban tudják itt, és a másik előnye, hogy ez nem állami bölcsőde, hanem ez egy családi jellegű, ami figyelembe veszi a család igényeit, a gyereknek a igényeit, és rugalmas. Ebben a bölcsődében 3 fő dolgozik. Nekik olyan végzettségük van, hogy kisgyermekfelügyelő, illetve bölcsődevezető. Jelenleg 7 fő, mert hogy meg van határozva a rendeletben, hogy a családi bölcsődében maximálisan 7 fő lehet. Van ugye a mini bölcsőde, abban 12 fő, de itt a mi esetünkben ez 7 fő. Emellett kiemelt fontosságú tevékenység a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése és foglalkoztatásuk elősegítése. Ezért a teleház olyan közösségi hozzáférési helyként is működik, ahol a távközlés eszközeihez, valamint a számítógépek és a hálózat használatához segítik a lakókat, valamint támogatják őket az infokommunikációs eszközök szolgáltatások megtanulásában. Ez olyan például, hogy jönnek az ügyfelek ide a teleházba, és önéletrajzot szeretnének csináltatni, ugye, hogy el tudjon helyezkedni, annak az első lépés az önéletrajz beadása. És ez a tevékenység, és emellett ugye az ügyfélkapu használat, mert manapság már sok mindent az ügyfélkapun kell intézni, és ez szolgálja az álláskeresési segítségnyújtást. Az alapítványnál 2 alkalmazott IT mentor, e-tanácsadó és számítógépes oktató feladatokat lát el. Az ő munkájukat további 12 önkéntes segíti. Az így nyújtott szolgáltatásokat nem csak Kálmánháza, a környező települések lakói is igénybe veszik. A nyári tábor is működik már 2010 óta. Itt figyelembe vettük azt, hogy vannak ezek a nagyon hátrányos helyzetű gyermekek, az árva gyermekek, őket is fogadtuk már, illetve a helyi iskolások, akik Kálmánháza településen járnak általános iskolába, azoknak sem volt megoldott a nyári elhelyezése, és így gondoltuk, bevállaljuk. Itt is olyan segítőink működtek közre, akik közösségszervezők és egyéb ilyen gyermekfelügyeleti tevékenységet végeztek már, és nagyon jól segítették a nyári tábornak az ökkenőmentes üzem működését. Alapítványunk pályázati forrásból gazdálkodik, tehát amit mi elvégzünk tevékenységeket, az túlnyomó rész pályázatokból valósul meg. Ezek a pályázatok nagy rész támokos pályázatok, de vannak hazai pályázatok is, ilyen például a NEA, ezt minden évben beadjuk, hál' Istennek nagy sikerrel meg is nyerjük, úgyhogy, és ezeket a forrásokat mindet a hátrányos helyzetűek részére fordítjuk. A Magyar Falu Program falusi civil alap keretében 2020-ban meghirdetett civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című alprogram pályázatán 5 millió forintos támogatást nyert az alapítvány. Hogy ugye több lábon tudjunk működni, és a forrásainkat minél több helyről tudjuk összpontosítani, így elkezdtük már, és ez még csak a kezdet, szeretnénk bővíteni gyógynövény termesztés. Itt közmunkásokat dolgoztatunk, nem kell nagy területre gondolni, mint egy 300 ölnyi a kezdésnek, ez úgy gondolom, hogy megfelelő, és itt többféle gyógynövényünk van már,
van kamilla, van borsmenta, van levendula, van körömvirág, van kapor, van zsája, úgyhogy ezek úgy gondolom, hogy egy kezdésnek megfelelőek, és a további lépés az lenne, hogy a feldolgozás, szárítás, csomagolás és értékesítés. És ezen dolgozunk, megint olyan pályázatokat keresünk, ami biztosítja ennek a megvalósításának a forrásait. A jelmondatunk segíts, hogy másokon segíthessünk, mert a mai világban úgy gondolom, különösen ebben a járványhelyzetben nagyon-nagyon fontos a másik emberen való segítségnyújtás, mert nagyon sokan elesnek a munkától, nagyon sokan sok mindentől elesnek, és így a megélhetésük nincs biztosítva. És bármilyen kis segítség jól jön az embereknek. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb találkozzunk szerdán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!